Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. És mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba halad? Sok az elnyomás. Sok az elnyomás? Nagy a tudatlanság. Nagy a tudatlanság? Romlott etikátlan. Romlott etikátlan? Szerinted mi várható ebbe az irányba halad tovább a világ? Semmi jó. Pusztulás? De nem annyira jó a pusztulás. Hát de ne nézzük ilyen pessimistán a dolgokat. Nézzük optimistán. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Minden részletében tudod már? Biztosan. 1987 óta foglalkozok emberekkel. Azóta tanulom, hogy hogyan működik az ember. Csapatban dolgozom 91-től, azóta szervezek embereket. Azóta több mint 80 ezer ember szervezésében vettem részt, személyesen vagy közvetettem, és tanulom, hogy működik az ember. Tudod-e, hogy működik az élet? Jó lenne azt is tudni, nem? Gyerekkoromtól szerettem volna tudni, hogy működik az élet, és ez ügyben olyan 93-tól kezdett információ hozzám találni, addig nem nagyon volt, és mindig érdekelt, hogy az élet hogyan működik. Jó lenne tudni, hogy az ember is, meg az élet is hogyan működik, nem? Igaz. Tudod-e, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben? Hát ez könnyű, mert ezt meg lehet tanulni. Ugye, elég sok alapelvet tanulunk. Hát vannak abban a legfőbb alapelvek is, de sok alapelv van, amit érdemes tudni. Tudod-e, hogy mi az értelme az életednek? Hát ugye a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az értelme az életének, én se tudtam sokáig. Aztán valahogy ugye elkezdtem kapizsgálni az élet értelmét ugye a 90-es évek elejétől, és... De a 90-es évek végéig még mindig nem tudtam, hogy konkrétan nekem mi a feladatom ebben az életben. Mert ugye az az értelme, ami a feladatunk igazából. Bár ugye sokan rosszul gondolják a feladatukat. Hát eleve ugye ott kezdődik, hogy az élet, tehát maga az ember az három részből áll. Ugye van egy teste. Akkor van egy lelke, meg van egy elméje. Van, ahol ugye azt szokták mondani, hogy test, lélek, szellem. Jó? Tehát ugye én ezt a szellem szót nem szeretem, mert ez összekeverhető. Mert például a lélek az egy szellemlény, és ezáltal eléggé összekeverhető. Tehát ha azt mondják, hogy szellem meg lélek, akkor most mit is gondolnak igazából? Mert maga a lélek az egy szellem. Egy energia lény. Na de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a mi értelmezésünkben így talán egyértelműbb, hogy van egy testünk, van egy lelkünk, meg van egy elménk. És az elmének is két része van. Ugye van a tudatos része, meg az ösztönös része. Ugye tudja jól mindenki azt, hogy van ösztöne, meg tudja jól azt is, hogy tud gondolkodni is. Na ez a kettő egyszerre tuti, hogy nem működik. Jó, tehát ez nem működik. És akkor, ha az ember így kicsit jobban belemászik ezekbe a kérdésekbe, hogy hát nem is a test inkább, hanem a lélek működése, vagy belemászunk abba, hogy elme működése, akkor rögtön az ember ott
oda jut, hogy igen ám, de akkor honnan származunk mi? Hogy jöttünk létre? Legalábbis én így voltam vele ebben a kérdéssel, hogy honnan vagyunk, kik vagyunk mi, mik vagyunk, miért vagyunk itt. Hát olyan nagy ez az univerzum, nem? Miért pont itt vagyunk? Miért nem valahol máshol, nem? Hát annyi milliárd csillag van az égen, ami mindegy egy nap, hogy az mindegy egy-egy naprendszer. Akkor most gondoljátok bele, hogyha ennyi naprendszert láttok fönn az égen, akkor mennyi bolygó lehet? Hát annak a sokszorosa. Oké? Ami a világegyetemben van. Na most akkor onnantól kezdve, most gondolj bele, itt vagyunk mi a Földön, hát miért pont itt vagyunk? És akkor lehetne így a fizikai világba is átvinni ezt a dolgot, hogy miért pont az lett a feleséged, vagy a férjed, aki lett? Miért pont oda születtél, ahova születtél, mondjuk abba az országba? Miért pont mondjuk annak a népnek a fia lettél? Miért pont mondjuk annak a családnak a szülöttje lettél? Miért az lett a családod, aki lett? Miért például az lettek a gyerekeid, akik lettek? Tehát egy csomó kérdés fölmerülhet az emberben. Miért pont, nem? Tehát itt vagyunk a világegyetemben, miért vagyunk itt a Földön, nem? Például. Miért nem valahol máshol? Hát most gondolj bele, a Földön hány család van, miért abban a családban születtél? Miért nem egy másikba? Ugye mit mond erről a vallás? Ugye a vallás azt mondja, hogy hát mielőtt megszülettél, akkor a Jóisten megteremtette a lelkedet, mielőtt megszülettél ide a testedbe, megteremtette a lelkedet, de ugye azt is tanítja valamilyen szinten, hogy valószínűleg ez a lélek nem hal meg, most én nem az, ez nem az én véleményem, hogy valószínűleg, jó? Tehát ez ugye így tanítják, hogy ez valószínűleg nem hal meg, sőt, mit tudom én, fölkerül a mennyekbe, nem? És hát ha jól viselkedsz, ha nem annyira jól, akkor nem biztos, hogy fölkerül a mennyekbe. Meg ugye újabb tanításokban már olyanok vannak, hogy feltámadsz, nem? Majd, tehát ha meghaltál. De melyik testbe? Tehát melyikbe? A 20 évesbe, a 30 évesbe, a 40-be, az 50-be, a 60-ba, vagy a 80-ba, ahogy mondjuk elmegy a legtöbb ember. Hát melyikbe? Hát nem biztos, hogy 80 évesbe szeretnék feltámadni, nem? Tehát ez a feltámadás kérdése valahogy ilyen nagyon átlátszó, tudod? És akkor most vagy a sírból kijönnek a testek, és ilyen zombikként fognak működni. Én nem is tudom, hogy képzelik ezt. Ez kicsit horrorisztikus lenne, nem? Szóval lényeg az, hogy ilyen fura tanítások vannak ebben a kérdésben. Aztán engem mindig érdekeltek a válaszok, ugye az ember, az élet működésével kapcsolatban. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy téged mennyire érdekelnek a válaszok. És akkor lehet valahogy olyan képességem, mivel nagyon érdekeltek a válaszok, és egy olyan fajta működésem van azért csak 90-es évek elejétől, hogy az embereket hozzásegíteni valami jóhoz. Leesett a mikrofonom. Hogy a manóban? De miért akar ez leesni? Találjuk ki, hogy nem esik le. Leverem, vagy magától esik le? Beakadt a kezembe. Hát akkor valahogy másként kéne, a kezembe akadt be. Hova kéne ezt tenni? Hogy? Még egy bújtatóba bújtassam be? Itt, ide? Jó, és hát ha? Jaj, ne verjem. Igen? Kiütésre győztem. Mikrofonnal szembe. Még nem volt nehéz. Jó, tehát köszönöm. Szóval a lényeg az, hogy ugye mindig érdekeltek ezek a dolgok, hogy és mivel elkezdtem emberekkel foglalkozni ugye a 90-es évektől, az elejétől, és elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, amivel valami pluszt, valami jobbat nyújtunk az embereknek, hát ezt akkor egyszer csak úgy lett, hogy ilyen kaptam olyan képességet, ami által egy kicsit többet tudok az életről, meg az ember működéséről, mint egy átlagember.
Mondjuk ez a kicsi az... ez relatív, igen. Mihez viszonyítjuk, igen. Szóval a lényeg az, hogy mi az, hogy kapta. Mi az, hogy kapta. Mi az, hogy kap az ember egy képességet. Tehát nem csak úgy lett egy képesség, hanem kaptam. Hát kitől, honnan? Hát az ember kap valamit, az valakitől kapja, nem? Hát lehet úgy is, hogy mit tudom én, kaptál egy cserépfejreesést, de hát azt az ember nem kapja, az valószínűleg a fejreeset. Tehát ha az ember valamit kap, nem, akkor az valakitől kapja. Hát képességet hogy lehet valakitől kapni? Hát ugye a legtöbb ember hogy van, úgy születik valami képességgel, nem? Vagy tanul valamit, és akkor fejleszt valamilyen képességét. Nekem meg így lettek képességeim. Tehát úgy, hogy nem volt, és akkor így lettek. Tehát én szó szerint azt tudom mondani, hogy kaptam képességeket. Tehát például olyan képességet, hogy hát ma is volt egy olyan, mielőtt fölébredtem, kaptam egy üzenetet. Tehát egy üzenetet kaptam, tehát szó szerinti üzenet volt, de a legtöbb üzenetet azt nem álmomba kapom, az csak ritkán szokott lenni, hanem mondjuk, mit tudom, itt van ez a képzés, és akkor tudom, hogy ez a képzésre engem információt fognak ellátni. A második részre ott van konkrét témám, de az első részben, akik engem sokat hallgattak már, ezt az első részt nézték, akkor látják, hogy általában mindig más, tehát sose ugyanaz. És nehogy azt higgyétek, hogy én erre az első részre készülök. Tehát erre azért nem készülök már, mert ha készülök, akkor minek küldjék az információt. Ha nem készülök, akkor arra készülök, hogy kapom az információt. És lényeg az, hogy ugye kaptam képességeket, és ennek a képességek alapján kaptam információkat. Tehát az egyik ilyen képességem, amit kaptam, hogy küldenek az élet és az ember működéséről információkat. És ezt sokszor akkor adják át, amikor a képzéseket tartom, meg egyébként, hogyha ilyen témával foglalkozok, akkor közben is szoktak átadni ilyen információkat. Nyilván akkor nem szoktak, tehát én nem szoktam, hogy mit tudom én, mással lekötöm a gondolatom, és akkor jön egy isteni szikra. Tehát ilyen nem szokott lenni, tehát nekem akkor pont avval a témával kell foglalkozni, hogy küldjenek ahhoz információt. Tehát mit tudom én, mondjuk olvasok valamit, és akkor küldenek hozzá információt, vagy nézek valamit mondjuk a YouTube-on, és akkor azt küldenek információt. És akkor olyat is szoktak csinálni, hogy például azt küldik, hogy ez hazugság, ezt nevest ki, és akkor kineveltem, mondjuk amit olvasok például, vagy amit hallok mondjuk a YouTube-on, és hát ez meg igaz, tehát ilyenek vannak. Tehát lényeg az, hogy nem tudom téged mennyire érdekelt az alapvetően, hát ugye az emberiséget ám blokk valamilyen szinten érdekli, de személyesen téged mennyire érdekelt az, hogy hát hogyan jöttünk létre mi emberek. Tehát honnan származunk. Tehát ugye valaki föltett egy kérdést ezzel kapcsolatban, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Jó, ezt a választ, inkább úgy mondanám. Tehát ugye itt vagyunk mi emberek, és létrejöttünk, hát körülbelül ebben a formában, ilyen működéssel, olyan durván 4500 valamivel több, mint 4500 éve. Tehát ez nem olyan sok. És mi volt előtte? Tehát ezen a bolygón évmilliót óta vannak ilyen típusú lények, mint mi vagyunk. És társadalmi rendszerben éltek ezek a lények, tehát sok-sok évmillió óta. Ezt egyébként a kutatók, a régészek meg is állapították, ugye tudjátok, hogy csontokból
Meg lehet nézni, hogy hány éves, de mondjuk egy darab kőből nem tudják megállapítani, hogy hány éves. És ugye abból is meg könnyen meg lehet állapítani, hogy mi hány éves, hogy milyen rétegződés, talajrétegződésben van benne. Az a valami. És ugye itt hát már olyan hasonló embert is találtak, tehát így fizikumra hasonló, ami 150 millió éves volt. Tehát 150 millió éves, a dinoszauruszok előtt élt. Tehát 150 millió éves ember. Na most, tehát gyakorlatilag szén rétegekbe találtak már értelmes emberi csontvázat, érted? Na most a szén réteg az azt jelenti, hogy együtt kezdett, tehát együtt, tehát amikor a szén elkezdett alakulni, akkor már ott volt az ember. Tehát 150 millió évvel ezelőtt. Na most, és azóta vannak emberiség, ugye eddig 6 emberiség volt, mi vagyunk a 7. emberiség, tehát ez azt jelenti, hogy különböző időtartamú emberiségek voltak, és hát ennyit ugye érdemes tudni itt a bolygónkról. Tehát, hogyha valaki annyira nagyképű, és úgy gondolja, hogy mi emberek vagyunk itt a Földön, először és meg a világ közepe, meg stb., ez semmi más, ez ilyen egóból származó nagyképűség. Ennek híre hangva sincs ilyesmi, tehát nehogy azt képzeljük magunkról, hogy mi vagyunk azok, akik. Jó? Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogy minket létrehoztak. Na most, ha egy olyan embert, mint mi vagyunk, létre tudtak hozni, akkor egy kicsit értelmesebb lények csinálták. Nem? Hát, mint mi vagyunk. Na és lényeg az, hogy tehát itt vagyunk mi emberek, és hát van egy különlegességünk világegyetemi szinten, nem tudom mennyire tudjátok, vagy nem tudjátok, nyilván az általános tanításban ez nem fér bele, nem is fér még egy darabig biztos. Hát az, hogy hát ugye mi teremtett lények vagyunk, és az, hogy igazából félig istenek, félig állatok, tehát állati gének is vannak bennünk, meg isteni gének is, és mi olyan lények vagyunk, amelyik egy fejlett lény, ami nem túl fejlett a fejlett lényekhez képest, és a világegyetem tele van különböző típusú fejlett lényekkel. Tehát a világegyetem tele van. Tehát ugye ez nem fér bele az oktatásba, hogy a világegyetem az tel is tele van különböző típusú fejlett lényekkel, többek közt olyanok is vannak, mint mi vagyunk. Kinézetre. Jó, meg egy kis különbséggel, meg nagy különbséggel vannak különböző lények. Ezek a lények nagy része, nagyon nagy része az értelmes lényeknek humanoid, tehát keze, lába, stb. Ilyenek vannak. Jó, tehát feje, tehát külalakra hasonló, érted, de mégse. És ugye itt vagyunk mi a világegyetemben, teljesen egyedülálló egy dologban. Ezért egy gyakorlatilag egy megfigyelés is van velünk kapcsolatban, mert egy-két dologban totál egyedülállóak vagyunk. Az egyik ilyen egyedülálló dolog, hogy nekünk van egy olyan elménk, amely két részből áll, egy ösztönös rész és egy tudatos rész. És amikor bizonyos helyzetben, bizonyos állapotban vagyunk, akkor ösztönösen gondolkodunk, amikor más helyzetben, más állapotban vagyunk, akkor pedig tudatosan gondolkodunk. Tehát egyik ösztönös működés, a másik tudatos gondolkodás és annak alapján történő működés. Tehát ez egy teljesen másfajta működés.
mint bármilyen más lény, értelmes lénynél, mert az összes értelmes lény az tudatos, és az elméje az kifejezetten tudatos és ösztönös rész nincs, az állatoknál van az ösztönös rész. Tehát azoknak meg nincs tudatuk. Tehát innen tudni, hogy mi bennünk van állati működés, mert mi egy kicsit úgy működünk időnként, mikor nem túl jó állapotban vagyunk, mint az állatok, amikor meg jó állapotban vagyunk, akkor kicsit úgy működünk, mint az istenek. Jó? Tehát mi mondhatjuk, hogy istenek és állatok keveréke vagyunk. Tehát ez egy teljesen különleges dolog, ez máshol ilyen nincs. Ez egy direkt így lettünk megcsinálva, hogy ilyenek legyünk, mert elmondom, hogy miért, jó? De erről még sose beszéltem, mert ugye volt egy, tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy jött létre a lélek úgy jött létre, tehát a mi lelkünk, ami bennünk van, és a világegyetemben minden értelmes lénynek a lelke úgy jött létre, hogy a teremtő, amit úgy hívnak, hogy Isten, az megosztotta a saját lelkét. Tehát szó szerint. Tehát szó szerint megosztotta. Tehát ő rendelkezett a világegyetemben az összes energiával, olyan, hogy anyag kezdetben nem volt, jó? Tehát olyan, hogy anyag nem létezett, az anyagot is belőle lett létrehozva, az anyag is. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ez az értelmes lény, ez a teremtő, ez az Isten, Atya Isten, ahogy jobban tetszik neked, de Isten nevű, tehát ez a neve, hogy Isten, ez hozta létre a lelkeket, magából, önmagából, a saját lelkét megosztotta. Tehát benned az a lélek van, ami az Istenben van. Jó, és lényeg az, hogy rengeteg ilyen lényt hozott létre a világegyetemben, tehát se szeri, se száma, tehát ilyen számokba kifejezhetetlen mennyiség. Oké? És ezek a lelkek között ugye hát különböző időszakban lett teremtve, és a régebbi teremtett lelkek gyakorlatilag teljes egészében együtt működtek a teremtővel, addig működtek együtt, amíg egyesek azt gondolták, hogy nem működnek együtt a teremtővel. És például egy olyan ilyen ismertebb, magasabb rendű isteni teremtmény, mint például Lucifer, ugye létrehozott egy ilyen csapatot, amely azt csinálta, hogy szembeszegült ugye a teremtővel. No. És emiatt ugye megtörtént a szakadás, de hát nem csak ez az egy eset volt a világegyetemben, de a mi térségünkre ez vonatkozik, jó? Tehát a mi rendszerünkre, életünkre ez a fajta lázadás vonatkozik. És emiatt a lázadás miatt lett egy olyan dolog, na miért történt ez a lázadás? Tehát ugye egy isteni lénynek van egója. És az azt jelenti, tehát ez az ego, ez az én tudat. Tehát én. És minden isteni lénynek van hatalmi törekvése. Tehát ha ezt megnézed, ez jelen van az emberben is. Tehát ez nem állati működés, ez emberi, illetve isteni működés. Tehát hatalmi törekvés. Ugye csak a világegyetemben van egy strukturális besorolódás, minél több valakinek a tudása, képessége, annál feljebb van a hierarchiában.
És ugye úgy lehet a hierarchiában följebb kerülni, hogyha több a tudás, meg több a képesség. Ha több a tudás, meg több a képesség, akkor több a hatalom. Nagyobb a hatalom. Tehát egyébként ez a Földön is így volt. Sok helyen, nagyon sok helyen a Földön, mindenütt a múltban, meg még viszonylag ilyen ősi, szerveződött, törzsi működésekben még most is így van. Tehát nem a vagyon nem számít, hanem mindig az számított, hogy kinek milyen képessége és tudása van. Na most ezt a képességet, meg ezt a tudást, a teremtőnek a képességét, meg a tudását, az nem lehet felül überelni. Onnantól kezdve, mivel mindenben, ami létezik a világegyetemben, a teremtőnek az energiája benne van. Na most mivel benne van a teremtőnek az energiája, ezért ő mindent érzékel, ami a világegyetemben történik, és mindenhez hozzájut, minden információhoz. Na most onnantól kezdve ezt az információt nem lehet felül überelni. Tehát ami a teremtőnek van, az az információ, az felül überelhetetlen. Jó, tehát lényeg az, hogy de hát annak ellenére ugye történtek a világegyetemben ellene lázadások, de miért? Nagyon egyszerű oka van, mert ugye a teremtőnek a működése, és ezáltal az általa létrehozott lelkeknek a működése, ez egyféle működés volt, ez azt jelenti, hogy szeretet alapon működött. Tehát nem tudták mi az, hogy rossz. Tehát olyant, hogy rosszat, olyat nem ismertek. Tehát nem ismertek, csak azt ismerték, hogy jó. Tehát mi a jó? Hát ugye, mert a teremtőtől csak azt láthatták, hogy jó. Nyilván a teremtő is hibázott, hibákat is láthatták, és ezáltal talán láthattak így valami rosszat is a hibákból kialakulóan, de az egy dolog, de igazából a rosszal nem találkoztak. És az volt az első ilyen rosszak, amikor elkezdtek fellázadni ugye a jó ellen. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a hatalom birtoklása miatt lázadtok föl. Jó? És onnantól kezdve ugye ilyen többpólusú lett a világ, tehát onnan először kétpólusú, aztán többpólusú világ van most már. Tehát az azt jelenti, hogy igazából a teremtőnek az energiája, az Istennek az energiája mindenben benne van, de attól függetlenül a világegyetemben nem egy hatalmi kör alá tartozik az egész világegyetem. Tehát ez, nézzük tovább ezt a kérdést. Itt vagyunk mi emberek, és ugye egy léleknél meg lehet azt csinálni, hogy kitörölni az összes tudást belőle, az összes tudást kitörlik a lélekből, akkor egy marad az isteni teremtési energia, ami azt jelenti, hogy szeretet. A feltétel nélküli szeretet. Tehát, hogyha egy lélekben nincs semmi tudás, akkor egyet tud, feltétel nélküli szeretetet. Tehát gondolj vele, minden lélek, amelyik létrejött a világegyetembe, így jött létre, hogy feltétel nélküli szeretet. Most addig nem is volt gond, ameddig nem kezdett el a rossz megjelenni a világegyetembe, mint létező személy. Tehát mint létező személy. Ameddig a gonosz, mint létező személy nem kezdett el megjelenni. Ugye ugyanúgy a gonosz úgy született, hogy feltétel nélküli szeretetre volt képes, ez a születés, ez a teremtés volt gyakorlatilag, és utána ő változtatta magát át, először ellenálló lett, ugye szembeszegült a teremtővel, majd pedig ugye egyre több olyan lépést tett, amivel elkezdett ugye ilyen gonosszá válni. Na most onnantól kezdve, hogy tehát lettek gonosz lények, ugye nem így születtek, hanem azzá váltak, ezáltal elkezdett világossá válni, hogy mi az, hogy rossz. Mert addig nem volt olyan, hogy világossá vált volna, hogy mi az, hogy rossz.
Ezért csináltak egy olyan dolgot párhuzamosan, ez úgy is lehetne mondani, hogy párhuzamos univerzum, sok-sok millió évvel ezelőtt, tehát ilyen 20-200 millió évvel ezelőtt csináltak egy olyat, hogy akkor jó, akkor a lelkeket fogjuk, és akkor csináljuk azt a lelkekkel, hogy egy olyan környezetben nőjenek fel, illetve nem nőjenek fel, bocsánat, fejlődjenek, egy olyan környezetben fejlődjenek, ahol jelen van a rossz is, tehát a gonosz is. Tehát abból a megtapasztalásból, hogyha egy lény megtapasztalja a rosszat és a jót, akkor majd fog tudni különbséget tenni, és a jót akarja, és nem a rosszat. Oké? Okay? Tehát gondolj bele, ha elhitetik veled, hogy valami jó, és az neked kell, akkor azt fogod csinálni, hogy te megszerzed. Oké? Okay? És mikor megszerezted, akkor fog kiderülni, hogy az a jó, az nem is jó, hanem rossz. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha te megtapasztalod azt, hogy mi a rossz, akkor eleve elzárod magad a rossztól. Akkor nem akarod megszerezni magadnak a rosszat. Világos ez? Mert tudod azt, hogy engem ne etessenek azzal, hogy az jó, mert tudom, hogy az nem jó, hanem rossz. Mondok példát, jó? Tehát például mondjuk elhitetik veled, hogy milyen jó az neked, hogyha azonnal jussz pénzhez, és ezt nem megkeresed ezt a pénzt, hanem hitelként fölveszed. Ezt elhitetik veled, hogy ez milyen jó neked. Érted? És a legtöbb ember ezt el is hitte, hogy az milyen jó neki, és bele is esett ebbe, és utána amíg rájött arra, hogy ez a jó, ez nem is jó neki, hanem rossz. Érted? Tehát a saját bőrén kellett az embernek megtapasztalni azt, hogy a hitel az nem jó, hanem rossz. Ha az ember mondjuk tanulta volna azt, hogy a hitelfelvétel az hova juttatja az embert, tehát eleve tudta volna, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az emberek nem estek volna bele ebbe a csapdába. Világos ez? Nyilván még így is lehet volna egy pár, aki azt mondta volna, hogy próbálom, kipróbálom, de a legtöbb ember nem esett volna bele. Érthető? Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan iskola, ahol az ember megtanulhatja a jót és a rosszat, akkor nem fogja választani a rosszat. Világos ez? Tehát milyen iskola? Tehát itt az embereknek megtanították volna azt, hogy ne vegyenek föl hitelt, mert ezért, meg ezért, meg ezért. Megtanították volna neki. Akkor nagyon kevés ember vett volna föl ennek ellenére hitelt. Érthető? Na most, ezt most nagyobban megnézzük, az iskola ez a bolygó. Meg párhuzamosan volt egy másik ilyen bolygó. A másik univerzumban. Jó, tehát a párhuzamos univerzumban. És ez a bolygó, ez azért lett létrehozva, hogy egy iskola legyen számunkra. Tehát ide jöttek azok a lelkek, akik teljesen törült tudattal lejöttek, vagy azért, mert teljesen újszülött lelkek voltak, tehát akkor lettek teremtve, vagy bevállalták azt, hogy akkor töröljék a tudását, érted, és hogy jóvá tudjon válni, töröljék a tudását, vagy pedig ugye voltak olyanokat is, akiket deportáltak ide. Tehát ide küldték, hogy jó, akkor próbáld itt. De hát az is egy bevállalás, mert nem volt kényszerítve senki, hanem gyakorlatilag mindenki önszántából jött ide.
Tehát lényeg az, hogy jó volt egy ilyen kényszer is, de erről most ne beszéljünk, mert az más entitástól származott. Tehát gyakorlatilag a teremtő azt akarta elérni ezzel a bolygóval, hogy itt olyan ember, olyan lények, lelkek jöjjenek létre, akik saját maguktól válasszák a jót, és felfejlődnek arra a szintre, ahol ki van csukva a helytelen működés. Érted? Na most, és nem tudom, látod-e az összefüggést, aközt, hogy volt a lázadás a teremtővel szemben, ugye a, mondjuk a mi esetünkben a Lucifer féle lázadás, és ugye Lucifer nem tapasztalta meg előtte a rosszat, saját bőrén kellett megtapasztalni a rosszat, de mivel szabad lélek, ezért onnantól kezdve elég nagy kárt tudott okozni az univerzum ezer részén, vagy pedig ugye az a másik megoldás, hogy ide küldik a lelkeket, nulla tudással, tisztán szeretett típusú születéssel, tehát hogy feltétel neki szeretetet tudja a gyerek, mikor megszületik, és itt megtapasztalhatsz mindent. Megtapasztalhatod mindennek az ellentétét is. És ha annak ellenére, hogy megtapasztaltad a rosszat, mégis azt választod, hogy te rossz alkotsz, hát akkor nyilvánvaló, itt maradsz. Akkor innen nem kerülsz ki. Ezt tudod, mintha lenne egy olyan börtön, mint volt is régen, hogy elküldték a rabokat mondjuk Szibériába. Az volt a börtön. Tehát egy terület. Vagy az angolok például Ausztráliába küldték el a bűnözőket, akik ugye sértettek szabályokat, törvényeket. Tehát ott is mindenki élhette a saját életét, csak nem hagyhatta el Szibériát, vagy nem hagyhatta el mondjuk Ausztráliát. Érted? És mindenki nyugodtan élhette az életét. Na most itt is a Földön mindenki nyugodtan élheti az életét, csak nem hagyhatjuk el ezt a bolygót. Oké? Tehát nincs lehetőség arra, hogy ezt a bolygót elhagyjuk. Kivétel akkor, hogyha mondjuk valaki elhagyhatta mondjuk Szibériát, vagy elhagyhatta mondjuk Ausztráliát, ha megjavult. És képes volt arra, hogy a társadalom hasznos tagja legyen. Na most képzeld el, hogyha így körülnézel a nagyvilágban, tehát most ne a PPH-sokat nézd, hanem úgy a nagyvilágban körülnézel. Ha ezeket az embereket, akik a nagyvilágban látsz, beengednél egy olyan társadalomba, ahol csak a szeretet, béke és a boldogság működik, mindenki teszi a dolgát, nincs lustálkodás, nincs lázadozás, nincsen, mi a harmadik? Nem, nincsen etikátlankodás, mulasztások, stb. Stb. Érted? Beengednéd ezeket az embereket, akiket a nagyvilágban látsz, mennyi idő alatt tennék tönkre azt a társadalmat? Gondold végig. Nyilvánvaló, ezáltal mi nem hagyhatjuk el ezt a bolygót. Érted? Addig, míg nem fejlődünk fel egy olyan tudatossági szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban úgy élni, hogy tesszük a dolgunkat. Érted? Tesszük a dolgunkat. De most ne a testedet nézd, hanem most a lelkedről van szó. Tehát itt van ez a testünk, ez ugye, hát túl soká nem él, jelen állapotban ugye egy átlag ember, mit tudom én, ezen a környéken itt Európában él mondjuk 70-80 évet. Tehát ez nem túl sok. Ráadásul úgy élünk, hogy elég sok problémát tudunk létrehozni, és ezért nem szüntették meg
ezt a fajta működést az elmúlt 4500 évben megszüntethették volna. Tehát még azért nem szüntették meg, mert ennek alapján, hogy van egy ilyen ösztön és tudatosság működésünk, tehát vagy ösztön, vagy tudatosság, ezáltal az ösztönös működés miatt még inkább létrehozzuk a hülyeséget. És még inkább meg tudjuk élni a hülyeséget. Tehát maga ez az ösztönös működés, ez még inkább jó iskolát csinál nekünk, embereknek. És ugye, mivel az ösztönös működés is te vagy, meg a tudatos működés is te vagy, itt ugye egy kérdés van, hogy az ösztöneiden tudsz-e felülkerekedni? Ez a kérdés. Most gondolj bele, hogyha egy ember képessé válik arra, hogy az ösztönein felülkerekedjen, akkor hogyha egy olyan társadalomban élnénk, ahol már nincs jó és rossz, mert csak jó van, és nincs gonosz és jó, mert csak jó van, és csak szeretet, béke és boldogság van, és mindenki teszi a dolgát, akkor felül tud kerekedni a saját mondjuk hatalmi vágyain. Tehát ha az ember itt a földi létben megtanulja azt, hogy az ösztönén felül tudjon kerekedni, tehát ezt a tudást megszerzi a lelkünk, akkor onnantól kezdve, hogyha az ember kikerülhet ebből a reinkarnációs körfolyamatból, amiben benne vagyunk, és bekerülhet egy olyan társadalmi formába, ahol nincs ilyen reinkarnációs körforgás, ahol az emberek, nem emberek, ahol a lelkek szeretetben, békében és boldogságban élnek, akkor onnantól kezdve simán tud uralkodni saját magán. Tehát itt a földi létben az, hogy van ösztönünk, és megtanulunk most ebben a létünkben az ösztönünkön uralkodni, ezzel jutunk egy következő lépcsővel följebb a tudatossági létrán, érted? Tehát mondhatnánk azt, hogy tovább mehetsz a középiskolába, mert az általános iskolát kijártad, érted? Tehát ezért nem csinálták azt, hogy megszüntették volna ezt a fajta működést, sőt, ezt a fajta működést, ami az embereknek van, fenn akarják továbbra is tartani. Csak nem itt a Földön. Tehát ezen a Földön a legtöbb ember számára ez az utolsó korszak. Tehát ilyen fajta működésben. Milyen a másik fajta működés? A másik fajta működés az azt jelenti, hogy egy olyan test, tehát ilyen emberi test, amit 21 éves korba szállsz bele, mint lélek. Érted? Tehát egy felnőtt testbe szállsz bele. Nem egy csecsemő testbe. És onnantól kezdve, mint testet elkezded alkalmazni, és nem a test irányítja a lelket, mint most, hanem a lélek irányítja a testet. Mert most, ha megnézed, a test irányítja a lelket az emberek 99%-ánál. Tehát egy olyan fajta működésünk lehetne, ahol kiválasztasz egy testet, és akkor teszed le, amikor akarod, érted? És nem egy 80 éves korig élő testet választasz, és egy olyan testet, amelyiknek nincs reaktív elméje, tehát nincs ez az ösztöne, érted? Tehát most gondolj bele, hogy egy olyan formában tudnál élni, hol az ösztöneid nem lennének,
és mondjuk élne az a test mondjuk 3000 évet. Érted? És utána fogod és lecseréled azt a testet. Tudatosan, önmagadtól. És bármikor, mondom még egyszer, kibe jársz, mint lélek abba a testbe. És mondjuk nem kell beszélgetned, mert tudsz telepatikusan kommunikálni. Egy olyan test, amelyik mondjuk nem betegeskedik, érted? Nem kell annyit altatni, mint amennyit ezt az emberi testet kell. Azt is kell altatni, csak nem annyit. De ez pont jó, mert fogod, elaltatod, és közben elmész, mint lélek. Hadd aludjon. Érted? És lélekként megteszed a dolgodat. Na most azért annyit azért tudni kellene, hogy a léleknek nem kell élelmiszer, nem kell víz, nem kell levegő, nem érzékeny a hőmérsékletre, teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy neki, vagy meleg, és soha nem fárad el. Tehát soha nem fárad el. Tehát nincs, egy lélekszámban nincs olyan, hogy fáradtság. És nincs olyan, hogy korlátozott a memóriája mondjuk. Nincs ilyen, meg hogy nem emlékszik dolgokra, ilyen nincs. A lélek számára ilyen nincs. Tehát amit egyszer a lélek megtanult, az tud. Az teljesen mindegy, hogyha nincs törlés, akkor teljesen mindegy, hogy 20 ezer évvel előtte tanulta, és még sose használta, akkor is tudja azt, amit megtanult. Most tehát lenne egy ilyenfajta működés, vagy egy olyan fajta működés, hogy készen van egy olyan bolygó, ahol át lehet költözni, de nem ebben a testben költözöl, hanem ezt likvidálják, ezt a testet, tehát meghal, és utána bekerülsz egy olyan bolygóra, ahol nincs technika. Nulla technika van, ugyanez a test van, és akkor így. Technika nélkül, ugyanilyen testbe. Barlangba, meg oduba, meg mit tudom én mibe. Érted? És akkor szépen tanuld azt, hogy mi az, hogy fejlődés. És akkor most megint el lehetsz ott egy pár millió évet. Hát ez az alternatíva. Ez a választási lehetőség. Tehát választhatsz abban, hogy a következő 16 évben felfejlődsz arra a szintre, hogy képessé váljál az aranykor követelményeinek megfelelően élni, vagy ez a tested meghal, és mész át egy másik bolygóra. Érted? De ott mondom, nem ilyen körülmények közt, nincs technika. Oké? Okay. Hát most ugye ebben a 16 évben, illetve a következő 6 évben még mindenki lehetőséget kap arra, hogy eldöntse, hogy mi legyen. Tehát ugye egy gyerek esetében például ugye az van, kisgyerek esetében, az van, amit a szülei akarnak. Tehát a szülei eldönti, hogy aranykor, akkor nyilván a gyereket is viszi magával, természetesen. Mivel ugye ő a minta a gyerek számára. Ha a szülők eldöntik, hogy ők nem mennek, akkor nem biztos, hogy a gyerek megy a szülőkkel, hanem akkor a szülőket elteszik idézőjelben lábalól, hát nem a gyerek természetesen, hanem az angyalok, elteszik lábalól, és a gyerek meg bekerülhet esetleg egy olyan családba, vagy egy olyan körülmények közé, ahol megmarad az esélye arra, hogy ő még olyan szintre fejlődhessen, hogy bekerüljön az aranykorba. Tehát ugye nekünk az a küldetésünk, legalábbis ugye általam, tehát az a küldetésünk, hogy az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget. Tehát ugye mivel ilyen testben vagyunk, nekünk még be is kell gyakorolni a dolgokat.
amelyek által olyan élet és emberismerethez jutunk. Hát most gondolj bele, emberismerethez hogy jut a mai korszakban egy átlagember? Tehát emberismerethez. Hát emberismerethez az ember akkor tud jutni, hogyha sok emberen tud gyakorolni, nem? Tehát például, mit tudom én, az én nagyapámnak volt 23 unokája. Tehát 23 unokája. És így volt egy 160 fős családja. Úgy összességében. Na most, hát ez egy kicsit nagyobb létszám, mint mostanában. Tehát például, ugye nekem még 23, illetve 22 unokatestvérem volt, mert 23-an voltunk, és 22 unokatestvérem volt, és például az én fiaimnak van egy unokatestvérük. Egy. Hát jó visszaesés, nem? Most gondold végig. Tehát én a nagy népes rokonsággal, ugye gyerekkoromban nagyon sokat voltam együtt, elég sok mindent tapasztaltam, példa, stb. Stb. Na most ilyet már hogy tudnak összehozni? Tehát akárhogy nézem, nekem volt mondjuk 22 unokatestvérem, de a fiaimnak nincs 22 barátjuk. Még a kettőnek együtt se. Érted? Tehát egy, általában egy embernek van pár barátja, nem? 2, 3, 4. Nagyon több nem szokott lenni. És onnantól kezdve, hát gondold végig, egy ember hol tud gyakorolni az embereken? Hát a családján biztos nem, mikor azt mondják a családtagok, hogy köszönöm, kérem, köszönöm szépen, nem kérem. Mert nem lehet proféta senki saját hazájában, ugye tudjuk jól. Na most gondoljátok végig, hogy hát hol lehet gyakorolni? Tehát emberismeretet. Hol lehet szert tenni emberismeretre? Hát csak úgy, hogy az ember benn van egy közösségben, de az még úgy kevés önmagában, mert rengeteg közösség van a világban. De hát hogyha az nem a te közösséged, akkor ugyanúgy tartasz, ahol a part szakad. Nem? Tehát nem léptél előrébb. Tehát kell egy saját közösség. Most azt mondanánk, hogy jó, de hogy hoz létre egy saját közösséget? Hát soha nem csináltad ezt, soha nem volt saját közösséged, csak ilyen párfős. Tehát hogyan lehet mondjuk egy több száz vagy több ezer fős saját közösséget? Saját közösséget. Érted? Hát itt a nagyapámnak volt egy 160 fős családja, neked mondjuk hogy lenne egy 160 fős közösséget? Hogy hoznád létre? Ha lehet azt csinálni, hogy az ember kipróbál ezt, azt, amazt, amazt, érted? És akkor próbálkozik évtizedekig, csak nincs idő. Mint amit én is csináltam. Más az, hogyha van módszer, nem? Tehát hogy hoz létre egy saját közösséget? Tehát ugye milyen módszer? Tehát ugye van minta arra, hogy itt képesek vannak emberek arra, hogy közösséget hozzanak létre. Nem? Mindjárt fölhívlak a hitelesítőnek, csak úgy mondom. Készülj rá. Jó, tehát? Tehát lényeg az, csak most jutott eszembe. Tehát lényeg az, hogy honnan tudja az ember ezt maga megcsinálni? Tehát ha itt van egy olyan közösség, ahol vannak minták arra, hogy képesek létrehozni egy közösséget, és erre van módszer is, hogy kell létrehozni egy közösséget, sőt, van érdekeltség is rendszer arra kitalálva, hogy te létrehoz közösséget, és azok az embereknek is van érdekeltségük abban, hogy akár nekik is legyen közösségük, akkor onnantól kezdve mindenki, aki tőled kiindulva létrehoz egy közösséged, az a te közösséged része. Érted? Az a te saját közösséged része. Ez olyan, mint tudod, hogy a nagyapámnak lettek a gyerekei, a gyerekeinek unokái, az unokáinak dédunokái, érted? Tehát így szépen, de az mind tőle indult ki.
Tehát ugyanúgy meg tudod ezt csinálni, hogy tőled kiindulva legyen egy gyakorlatilag korlátlan közösség. Tehát itt megvan a rendszer, megvan a módszer erre. És begyakorolhatod az emberismeretet sokkal hamarabb, mint az életedben eddig bármikor. És sokkal hamarabb, tehát a következő pár évben többet tudhatsz az ember és élet ismeretről, mint eddigi életed során. Tehát pár év alatt többet tudsz ebből megtapasztalni, és megélni, megtanulni, mint eddig az életed során. Én ezt garantálom. És ha az emberek megtanulják azt, hogy az élet és az ember hogyan működik, és elkezdi az ember ezeket helyesen működtetni ezeket a dolgokat, akkor megelőzhet problémákat az ember, elérhet olyan dolgokat, amit esetleg eddig nem, és jobbá teheted saját magad és a környezetedben élők életét. És megtanulhatod például azt, hogy milyen együttműködni emberekkel. Például volt most egy olyan beszélgetésem valakivel, egyébként a keresztfiam volt, hogy ugye ő vállalkozó és tanácsot kért. Ő a szórakoztatóiparban, illetve a vendéglátásban van érdekeltség, ilyen vállalkozói szinten, és most egy olyan tevékenységet akar beindítani, ami még Magyarországon nincsen. És ugye a vendéglátó meg a kereskedelem, tehát vendéglátóipar meg a szórakoztatóipar az egy olyan terület, ahol mondjuk beindítasz egy új vállalkozást, egy olyat, amit még sose csináltál, akkor hamarosan ezt mások is észreveszik, akinek van pénze, és ő is elindít egy hasonló vállalkozást. És már is van egy konkurenciád. Majd meglátja egy harmadik ember, akkor már két konkurencia, majd meglátja egy negyedik, már akkor négy, és akkor egyre több konkurencia lesz. Az végül már nem tudnak rendesen működni, mert már annyi a konkurencia. És akkor kérdezte, hogy most ő mit csináljon ezzel. Mondom, hát mert már ugye beszélt emberekkel, és ők is mondták, hogy ó, ők is akarnak ilyet csinálni meg. Hát mondom, ilyen területen egyféleképpen lehet működni. Úgy kell működni, hogy mondom, azokkal az emberekkel, amelyeket ilyet akarnak csinálni, azokat nem konkurenciával kell tenni, hanem társá. És mondom, bárki, aki akar nyitni egy ilyet, társa, társuljon. Tehát engedjétek meg, hogy társuljon. Nyilván meghatározott feltételekkel. És gyakorlatilag akkor nem konkurencia lesz, hanem társulások lesznek, így van. És onnantól kezdve nem ellenségek lesznek egymásnak, hanem ugye a társak lesznek. Tehát azonos érdekeltségük lesz teljes egészében. Mondom, ezeken a területeken csak így lehet együttműködve működni. És ha nem ezt csinálják, akkor árleveréstől kezdve minden lesz. Meg harc. Jó, tehát az embereknek meg kell tanulniuk az, hogy képesek legyenek jól együttműködni, és az életet egyre jobbá tenni. Mert ugye egy olyan társadalmi formában kell átmennünk 2035-ig, ahol nem így fogunk működni, mint ahogy most működünk. Jó, hát és mi lesz az akadályozó tényezőkkel? Azokat a fentiek úgyis kivonják a forgalomból. Jó, tehát erre komoly energiát kezdtek ráfordítani a fentiek, a negatív erők ellenére, azért ezt úgy hozzáfűzném. Tehát ugye nekünk az a legfőbb feladatunk, hogy az emberek lelki fejlődését először segítsük. Mert akkor tudunk ebből a tovább lépni erről a fajta működésből, hogyha lelkileg arra a szintre fejlődünk. Tehát azért csináljuk, hogy aranykor lehessen, belátható időn belül. Tehát, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy aranykor lehessen.
Mert itt ez a tudás egy helyen csak itt található meg. Úgyhogy nincs vallás és politikai befolyás kívülről ránk nézve. Tehát célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Jó, és itt a lelki fejlődés 7 szintje. Tehát fel kell, az aranykorba akkor juthat be valaki, ha eljut a küldetés szintjére. A magasabb szintű létformába pedig akkor tud az ember bekerülni, ha eljut a beteljesülés szintjére. Tehát az aranykor társadalma azzal a céllal fog működni, hogy az emberek a küldetés szintjéről feljussanak a beteljesülés szintjére. Tehát most a legtöbb ember a bolygón ezen a két szinten él. A túlélés, illetve a biztonság szintjén. A harmadik, negyedik, ötödik lelki szinten nem lehet tovább lépni egyel följebb, hogyha az embernek nincs saját csapata. Tehát a harmadik lelki szinten már nem tudsz tovább lépni, nem tudsz a negyedik lelki szintre följutni, ha nincs saját csapat. Az, hogy valaki bekerül mondjuk egy közösségbe, akkor el tudja érni ugye a valahova tartozás szintjét. De az még csak hármas, és nem négyes, ötös szint. Tehát a negyedik szinthez már kell saját csapat. Tehát ugye ez úgy működik, hogy az ember először elhatároz valamit, utána elkezd megvalósítani, és amikor megcsinálta, na akkor van benne. Nem tudom, ezt értitek-e. Tehát attól, hogy most én úgy gondolom, hogy benne vagyok, attól még nem vagyok, akkor még nem értem el, nem vagyok benne, érted? Tehát hiába van egy elhatározás, meg hiába van egy olyasmi gondolkodás, az még nem azt jelenti, hogy az ember meg is csinálta. Tehát egy olyan világban élünk, ahol még a szellemi dologhoz társulni kell a fizikai cselekvésnek is. És ugye anélkül nem tudsz csapatszinten, tehát nem tudsz elismerést adni, tehát nem tudod megtanulni az elismerést úgy, hogy ezt jól gyakorold. Hát figyeld, a legtöbb ember még egy köszönömöt se tud mondani. Nem, hogy elismerni. Még azt se tudja mondani, hogy köszönöm. Érted? Tehát a legtöbb embernek még azt is meg kell tanulni, ilyen alapvető dolgok. Ide tartozik ez a negyedik lelki szint. Hogy képes az ember úgy együttműködni másokkal, hogy működik kölcsönösen az elismerés egymás közt. Érted? Tehát például a köszönöm is egy elismerés. Jó, tehát ha megvan a negyedik, utána jöhet az ötödik, az önmegvalósítás szintje, és akkor itt szépen az emberek fel tudnak jutni. Egyébként 9 év. Mire az ember képes intenzív tevékenységgel feljutni ide mondjuk a hatodik lelki szintre. Ez 9 év. Tehát a küldetés lelki szintje az egy 9 év, legalább 9 év. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy van 24 nagy témánk, 4 szemeszterben, minden szerdán és vasárnap, szerdánként 18 órai kezdéssel, vasárnaponként 15 órai kezdéssel, és egy hónapban átlagosan 30 órányi képzésünk van, és 9 hónap teljes szemeszter lezárása után van bizonyítványosztás, ugye az első az a Life Coach, most éppen nem itt tartunk, körforgásos alapon működnek a szemeszterek. Következő a happiness, de még itt se tartunk. A biznisztél tartunk éppen, és azon belül van a növekedés coach. Ugye az előző volt a hatékonyság coach, és az utána következő pedig a pénzteremtő coach lesz. És akkor
ugye utána lesz ezután a leader coach, szervezet, stb. Ennek is 9 hónapja, és akkor ilyen itt befejeződik. De nem gond, hogyha valaki most kezdi, mert ha például most valaki elkezdi, itt a... Hol vagyunk? Növekedés coachnál, akkor neki az utolsó képzése az a hatékonyság coach lesz. És akkor kapja meg a bizonyítványt, a diplomát, amikor a hatékonyság coachot befejezte. Tehát az azt jelenti, hogy teljes szemesztert kell befejezni, tehát hogyha valaki nem a business coach elején kezdte a képzést, akkor a business coach bizonyítványt nem tudja megkapni természetesen. A legelső bizonyítványt, amit majd kap, az majd a leader coach után kapja, a leader coach befejezését követően, tehát a konfliktus feloldó coach végén kapja. Tehát az azt jelenti, hogy nem 9 hónap, hanem ugye ha most kezdi valaki, akkor az 11 hónap, ha jól számoltam. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy jövő év júliusban, aki most kezdi, a jövő év júliusban kapja az első bizonyítványát. Jó, tehát ez így érthető. A képzések azok mindig szemináriumtól szemináriumig tartanak. Szeminárium egy évben van 12, legtöbb esetben 4 hetente vannak a szemináriumok. Ritkábban 5 hetente. Jó, tehát most a következő szeminárium az augusztus 11-én lesz. Tehát ez a coach képzés, ez augusztus 11-ig tart. És augusztus 14-én kezdünk új témába. Jó, tehát a coach képzéseink a piacon a legkedvezőbb, minden képzéshez viszonyítva, nem csak a coach képzéshez, hanem egy, mit tudom én, mondjuk egy... Ha most gondolj bele, ma nincsenek olyan óradíjak, hogy 330 forint. De még olyan se, hogy 660 forint. Az óradíjak azok olyan 800 forintnál kezdődnek, de nem a képzések óradíja, hanem mit tudom én, mondjuk... Valaki csinál valami munkát neked, akkor 800 forint alatt szerintem senki nem dolgozik már. Tehát ott kezdődnek az óradíjak. Na most nálunk a képzések óradíja az 330 forint. Jó, és az első hónap ettől kivétel az 660 forint. Tehát nyilván nem óradíjba fizetnek az emberek, hanem havi képzések szerint. És az azt jelenti, hogy ugye felszorozva 30-al, akkor az első hónap az 16.700 forint, 10, na nem jól mondtam, 19.700 forint, tehát 19.700 forint. A második hónap meg 9.800 forint. Nem tudom, honnan vettem ezt a 16.000-et, mindegy. Régen annyi volt. Jó? És ha valaki most kezdi, akkor árgaranciát kap. Egy coachképzés piaci ára az egyébként 150 ezer forint. Egy havi coachképzés piaci ára. Tehát máshol 150 ezer alatt nem kapnál 30 órás coachképzést, jó? És tovább nézve, ha ezt az akciós lehetőséget nem veszed igénybe, ha még nem vagy tanuló, akkor az akción túl a kedvezményes ár az az első hónapban 40 ezer forint, a második hónaptól havi szinten pedig 20 ezer forint. Tehát így, ha most elkezdi valaki, akkor 3 évre kap árgaranciát, hogyha rendszeres a tandíj fizetése, vagy ha nem rendszeres, akkor utólag visszamenőleg rendezi. Akkor 3 évre megkapja az árgaranciát. De az biztos, hogy nem ez az ár marad 3 évig, jó? Ha valakinek van párja, akkor a pár az 4000 forintért tudja elvégezni ugyanúgy, hogy diplomát is, meg bizonyítvány is jár neki, illetve kap. Jó, szóval lényeg az, hogy amit csinálunk, az teljesen egyedülálló világviszonylatban, teljesen egyedülálló, és egy csodálatos dolgot csinálunk, egy korszakalkotó dolgot, az új korszak az aranykor, és nekünk az aranykort kell létrehozni,
úgy, hogy az embereket képessé kell tenni az aranykorba jutáshoz. Jó? Egyébként figyeljétek meg, hogy azok, akik elutasítják a fejlődés lehetőségét, először kapnak problémákat, sokkal keményebbeket, mint eddig, és ha annak ellenére sem választják az aranykorba jutást, akkor pedig egyszerűen kivonják őt a forgalomba. Tehát meghal. Jó? No, hát körülbelül ennyi fért bele a mai első részbe. 20 perc szünet után lesz coachképzésünk, méghozzá ugye a növekedés coach, ami egy nagyon fontos téma, mert látjátok, akik már elkezdték. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára találkozunk. Sziasztok! Gyere.